Az advent nem csak a várakozás, hanem a felkészülés ideje is, amikor Jézus születésére készülünk. A Garai téren Gyurkovics János, a város alpolgármestere ünnepi beszéddel köszöntötte a megjelenteket. Öröm nélkül nehéz lenne élni, de Isten mindig teremt olyan helyzeteket, amelyek révén megtalálhatjuk az öröm érzését a legapróbb dolgokban is. Advent idején talán a legegyszerűbb, ha segítünk másokon, és minden lehetőséget megragadunk, hogy hálásak legyünk azért, amink van. Örömmel tölthet el mindannyiunkat az is, ha rácsodálkozunk környezetünk, közösségünk értékeire. Kasszó Gyula, református lelkész mondott egyházi áldást. Ezt követően közösen gyújtották meg a harmadik gyertyát. A feltámadott Krisztusról azt vélik a tanítványok, amikor találkoznak vele, hogy szellem. És erre a következőképpen válaszol Lukács evangéliumának tanúsága szerint. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezeit és a lábait. Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben és csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. May your Christmas be rewind. A kulturális programokat Kocsis Tibor műsora zárta.